Dolgoznak a munkások a Máté-Szalkai Kossuth téri református templomnál. Az épületet Csahói Ferenc csanádi püspök építette az 1500-as évek elején, legutóbb 1880-ban újították fel. Napjainkra külső és belső állaga is sokat romlott. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 80 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően kicserélik a tető bádogzatát. A felújítás során leszették a toronygombot, amelyből a 136 évvel ezelőtti felújítási munkálatok során elhelyezett egyházi iratok kerültek elő. A különböző korokban a lelkipásztorok beszámolnak az egyház akkori életéről, némiképp a város Máté-Szalka helyzetéről, az akkori társadalomról, aztán szükségszerűen a néhány emlékirat a világháborúkról, az utáni állapotokról, hogy hogyan élték meg ezeket a borzalmakat, és hogy lelkileg hogyan igyekezett helyreállni az Isten népe, közössége. A négy lelkipásztor eredeti emlékiratait tartalmazó időkapszulát visszahelyezik a toronygomba, kiegészítve egy 1969-től napjainkig tartó összefoglalóval, valamint a város vezetése által elhelyezett emlékirattal. Mind a négy levélben van egy nagyon közös pont, mégpedig a jövőbe vetett hit és az isteni gondviselésbe vetett hit. Az én üzenetem lényege, azon túl természetesen, hogy írtam a városról, az volt, hogy azt kívánom a jövő nemzedéknek is, hogy ezt a hitet, ősöktől örökölt, mélységes hitet, az isteni gondviselében, az isteni szeretetben, ezt őrizzék meg, legyen a lelkük tiszta, legyen a lelkük olyan emberi, mint amilyen azoké az embereké volt, akik belehelyezték ezeket a dokumentumokat ebbe a gomba, és azt kívántam nekik, hogy a következő generáció is ápolja úgy a keresztény hagyományokat és értékeket, mindazt, ami bennünket emberi tesz, mint ahogy mi próbáljuk. A közel másfél évszázadot átölelő emlékiratok másolataiból kiállítást rendeztek a gyülekezeti teremben.